A Gellért szálló évtizedek óta köszönti a Pestről Budára érkező vendégeket. Impozáns látványa ma is elkápráztatja a turistákat. Talán kevesen tudják, hogy a Gellért helyén már az Árpád-korban is gyógyfürdő működött. 1918-ban ezért épült itt a gyógyfürdő, majd a szálló. A 60-as években ez volt Budapest csúcs szállodája. Özönlöttek is a vendégek, köztük természetesen a nemzetközi sztárok is. Hogy egy kicsit betekintessünk a színfalak mögé és a nagymúltú szállodát jobban megismerhessük, Vásony Mihályt, a szálloda egyik vezető menedzserét kértük fel idegenvezetésre, akinek bőven volt mesélni valója, hiszen írd és mond, 50 éve dolgozik a Gellértben. Megérkeztünk a Jehudi Melmlin általán is lakott szobába. Hát így is nevezik a szobát. Igen, elneveztük annak, igen, mert azért ez egy kis reklámaháznak, persze, hogyha valamilyen híres vendég volt. Itt vagyunk a Gellért szálló legszebb lakosztályában, 4. emeleten, gyönyörű sarokpanorámával, itt ugye a hídra, Gellérthegyre, Dunára. Ezt hívják elnöki lakosztálynak. Ezt hívjuk elnöki lakosztálynak, igen, és ez hát, ez kíméljük, tehát ez tényleg olyan vendégnek adjuk, hogy ez ki is fizeti, mert ez lényegesen drágább, mint a többi szoba. Szálltak meg itt, akikre azért jó emlékezni? Hát amióta ezt átépítették, ezt kb. 2000-ben építették át, hogy előtte nem volt ilyen szép állapotban, de akik itt a vendégkönyvben vannak nekünk nevesítve híres vendégek, illetve a Rubuszki igazgató által itt könyvben, azokat nem tudom szobaszámmal megemlíteni, mert hát tudom, hogy itt voltak, de hogy pont képe mely szobába. Ez a leghíresebb vendég, akiről elneveztünk, úgy itt látszik a fényképe, Jehudi Melmlin, de hát ez nem egy mai dolog, mert meg fogom itt nézni, de körül itt vannak lent, talán 72-ben voltak itt, de nem. Ezek a régi dolgok, ezek a híres vendégek, hogy tudjuk, hogy itt volt, de hogy az most pont melyik évben a vendégkönyvbe, illetve ebben a Rubuszki-féle könyvben persze benne van pontosan. Kik itt benne vannak, azokat itt már mind kellett, hogy lássam, igen, ha csak el nem bújtak valahogy, mert a portán dolgoztam, és ugye ott a minden vendég ott jön be, ott hozzák be. VIP vendégeket fel is kell kísérni, tehát... De azt, hogy mindenkel találkoztam, lehet, hogy éppen szabadságon voltam. Ezek a nagyon híres vendégekről azt lehet tudni, hogy azok nagyon rövid időig maradnak egy-két napot. Az a helyzet, hogy ezek a vendégek, akik nagyon híresek, azok arról is híresek, hogy nem nagyon állnak ott le a portával beszélgetni, tehát jön nekik egy csicskásuk, az elkéri a kulcsot, mindent elintéznek. Tehát a nagy vendég az fölmegy a szobába, meg kirohan, nagyon ritka vele beszélgetni. Szóval volt itt a perzsa sah is például, de jött egy fogadásra föl, nem itt lakott. Hát oda jött is, hogy integetett ugye egy méterről nekünk, hogy hello, sziasztok, vagy valami ilyesmit. De nem nagyon tudtunk velük beszélni. Hát például Boris Beckert egyszer fölkísértem, hát ennek akármit mondtam, az... szinte nem is válaszolt, mert nem mindenki, de nagyon, akit föl tudok kísérni, az a tudok beszélgetni, de hogy a portán dolgozott az ember, ezeket a híres vendégeket általában azért menekítették, hogy így mondjam, nem mindig volt nekik titkáru segédszemélyzet, és az beszélgetett. De hát én fölkísértem például Nixon elnök urat is, és 62-ben is, és 82-ben is, tehát kétszer is, az fotó is van róla, úgyhogy az nem mese. Hát az már rég volt, de akkor nem volt amerikai elnök, mikor itt lakott, csak egyszer valami dolga volt Pesten, szerintem ez még az elnökség előtt, és egyszer pedig Bécsbe elment, és valami konferencia volt, és annyira jó érezte magát itt 62-ben, hogy eljött még egyszer, csak egy napra, hogy itt lakasson a Gellértben. Sztárokból, sztorikból tehát van bőven Mihály tarsolyában, ami nem is csoda, hiszen szinte az egész életét itt töltötte. A szállodai menedzsernek nem volt nehéz közel kerülnie a Gellérthez, hiszen már gyermekkorában a Hotel utcájában lakott. Én egy 11-keletű gyerek vagyok, vagy voltam, és itt laktunk a Kemenes utcában, a szomszédban. Tehát közös kerítés, bérletünk volt a környező házak gyerekeinek a fürdővel, és ott nőttünk föl gyakorlatilag a fürdőbe. Az a kerítés persze mindig lukas volt, ugye, és hát meg volt egy kötődés a fürdőhöz, a szálloda az nem, ugye az gyerekkoromban ez ki volt égve, de ide kerültünk egy véletlen folytán, édesapám mit kapott egy lakást a Kemenes 14-ben, és én 24 évi kelleti lakos voltam, úgyhogy. A szálloda világot az ott szerettem meg, mikor 59-ben második gimis koromban nyári munkára a Földvári Motelba becsereztek a szüleim, ilyen kis londoni, nyári Mikulás Londonnek, hogy ezt hívtok annak, és ott nagyon megtetszett a porta közeli világ, tehát a beoltódás az ott volt, második 16 éves koromban, és 18-ban érettségi után pedig akkor fölmelt ez a szállodán szakma, pont akkor nyílt a Royal 960-ban, és akkor vagy 61-ben, amikor érettségiztem, és akkor mondtam a papának, hogy hát ha van ismerős, akkor azért menjünk a Royalba, ez a szép új szálloda, mert ez 60-ban nyílt a Gellért, és akkor a papa azt mondta, hogy fiam, nagymarha vagy, fogsz te minden nap annyit buszozni, akkor még járt egyes busz innen az Andrássy úton végig a Royalig, hanem azt itt van a Gellért, tehát akkor már próbáljuk ezt meg.
Tehát volt egy ismerőse, mert azért ebbe így nem lehetett csak úgy bekerülni simán az utcára, az biztos. Bár a budapesti szállodakínálatot végigpásztázva, a Gellért ma avítnak, előregedettnek, túlhaladottnak tűnik. Mégis saját korában éppen fordítva állt a helyzet. Budapest legelegánsabb, legszebb szállodájaként működött. 60-as években ez gyakorlatilag ez a ország egyik legelitebb szállodája volt, hogy a Dunaparti szállodasor az kiégett a háború után, az nem volt. Ott volt egy öreg Dunaszálló a mostani Marriottnak a helyén, amit aztán később lebontottak 69-ben. És hát volt még Astoria, Békát, az ezek elég lehasznált szállók voltak. A Gellért az akkori standard szerint 960-as szocreál kádárbarok stílusban épült, ahogy itt a vendégek mondták. És hát itt ezeken a képeken persze mind látszik, hogy ezek mind 960-as éttermek, vagy a szobáknak a képei, majd ezeket, ha belecselezni a műsorba, látszik, hogy mi is. Abban rengeteg bútorunk van abból az évekből, amit mai napig is használnak a szobába, mert a múltkor jött a Budapesti Történelmi Múzeum igazgatója, és hát az elájult a gyönyét, hogy milyen régi bútoros, mondta, csak vigye már, mert ezek egy bútoraktárban voltak ezek a bútorok, mert már nem használtuk. Úgy gondoltam, érdemes multidéző útunkat a szobákban folytatni, hiszen ezek a helyiségek tudnak a legtöbbet mesélni a szálloda életéről. Akkor most lemegyünk a harmadik emeletre, ott van a Weber úrféle szoba. Most beléptünk a 317-es Dunára néző felújított szobába, 2000-ben, amit most látunk, az egy 2000-es design, akkor kaptuk ezt az új bútorokat, és ide is van neki egy nagyon szép fürdőszobá is, és ez a szoba pedig arról híres, hogy mögöttem lévő képben látszik, hogy akkor igazgatunk Szikül Péter igazgató úr fogadja ezt a híres Andrew Lloyd Webbert. Az angol királyi családnak most volt ugye a Prince Andrewnak az esküvője egy 2 éve vagy 3 éve, ahol most született a bébi, ha jó, nem mondok butaságot. És itt egy oldtimer találkozó volt, rengeteg sok angol vendég ment le innen, azt hiszem, Isztambulba, és az oldtimer kocsiknak egy része a parkolóban volt, fönn egy része itt volt. És egy svájci vendégünk sétál a ház előtt, és ezen a piros oldtimer mercén rá volt írva a tulajnak a neve oldalra. És kérdezi a kollégámat, hogy hát tudják, hogy ki ez az ember. Hát mondjuk nem tudjuk. Hát akkor azt mondja, akkor megmondom maguknak, ez volt az angol király esküvőnek a séfje. Eddie Murphy itt forgatott pontosabban a Gellért téren, volt valami helikopteres jelent, ilyen létrán szolgáltak föl, abban benne volt a Gellért szálló is, de gyakorlatokat nem itt lakott. Tehát akkor már ezek a filmeseknek ez az nem volt túl, ez patinás volt, de nem túl elegáns, inkább így mondanám, és akkor ezeket bevitték a belvárosba. Méghozzá a Hiltonba, a Four Seasonsbe, a Kempinskibe vagy a Le Meridienbe, amelyek ma Budapest luxus kategóriájú szállodáit képviselik. A Gellért ma már nem tudná felvenni velük a versenyt, de a 60-es évektől kezdve néhány évtizedig hatalmas forgalmat bonyolított. Nekünk nagyon sok üzletemberünk volt a 60-as években, tehát az üzletemberek valami nagyon megszerették a Gellértet. Jó állapotban volt, aránylag jó helyen is volt, és egy nagyon, nagyon komoly nyugati üzletember. Akkor kezdett a Külke is egy kicsit erőkülkesre merindulni, és gyakorlatilag egy nagyon jó törzsvendéggárdánk lett üzletemberekből. Turisták is voltak, de én mindig azt mondom, a turisták jöttek, mentek, de azok az üzletemberek, akik mindig visszatértek, az volt egy szilárd bevételi bázis a hotelnak. Teljesen fix szobárak voltak, egy ágyas szobának az ára az 120 forint volt, egy két ágyas, egy 244 forint volt, egy ilyen Dunára néző, amiben benn voltunk. Ez 960-as árakat mondok most, mert ugye nekünk akkor tanulóknak 61-63-ig az ember portás tanuló volt, itt 170 forintos fizetés volt a kezdőfizetés, és 10 forint volt egy menü a sörözőben. És tele volt magyar vendéggel. Azt szeretnénk ma megérni, hogy megint annyi magyar vendégünk legyen, mint akkor a sörözőben. Tehát teljesen normális volt, hogy jó, hát ártámogatás rendszeren mutogattak az éttermek, ugye mindenen volt ártámogatás, de miatt nem voltak az árak, és szombat-vasárnap itt a hosszú sörözó folyosón ültek az emberek, mint a verebek a széken, és várták, hogy egy valaki kimenjen, és legyen egy asztal. Ugye hát námba bemegynék, hogy most délbe egykor az étteremben, hát lehet, hogy van 2 emberben vagy 3. Már hogyan változott meg ez a világ, a vendégkör? A vendégkör az úgy változott meg, hogy a régi 60-as, 70-es éves törvendégeink azok kihaltak, kiöregedtek, elmentek a cégüktől, egy-egy néha visszaér, vagy hozza az unokát, ilyen nosztalgia úton, hogy megmutatja nekik, hogy a nagypapa vagy a papa hol lakott itt a Gellérbe, de teljesen kicserélődött. Ugye
fölépült egy óriási mennyiségű hotelszoba konkurencia. A fiatal üzletembereknek, azoknak, a jupi gyerekeknek ez már túl öreg, és azok bemennek itt modern hotelbe, és itt a Váci utcában, Molnár utcában gyönyörű szép új hotelok vannak, 70-80-100 euró szobárba, tehát majdnem azt mondom, hogy fél álmot lehet lakni, és vadonatúj minden, és benn van a belvárosban. Ugye, tehát nekünk az ilyen nosztalgiás vendégek maradtak, nagyon sok fapados vendégünk van most, tehát ez a fapados turizmus, amit beindult, ez megtalál minden hotel, de ez egy kicsit negatívan mondom, mert ez nem egy négycsillagos vendégkört hozott ide. Hát ugye a szobák is kezdenek öregek lenni, egy kicsit nehéz ezt négycsillagos álszintet tartani, és hát a vendégek pedig mindenféle internetes fórumokon megkeresgélik az olcsó ajánlatokat, és hogyha sok a szoba, itt is lemennek az árakkal, és egy olcsó ár az egy más vendégkört hoz ide. Mihály szerint a hotel érdekesebb sztoriai általában nem a sztárokhoz, hanem az átlag vendégekhez kötődnek. Ilyen volt például a Fehér Fácán kalandos története is. Hát az egyik az volt a Fehér Fácános eset, nagyon sok vadász vendég volt itt, és voltak mindig ismerős visszatérő olasz vadászaink. És hát ugye a fácának nem vagy egy kicsit túl a húsa, úgyhogy egy két nagy ilyen vadászsákba betettek ide akárhány fácánt a raktárba, hogy majd másnap berakják a kocsiba és mennek haza. Hát úgy nézett ki, és azt mondták itt a személyzetnek, hogy vegyettek ki, van ott elég fácán ti is, és mint volt négy portás, meg egy londer, akkor kaptunk négy fácán. Hát mit ad Isten, reggel elkezdenek keresni rajtunk egy fácánt, hogy volt a zsákokban egy fehér fácán is, és hogy az hol van. Hát nem tudjuk, hogy hol van, hát mi vittük el, mert meg lehet engedve, hogy vigyünk el, hát akkor lehet, ha nincs ott a fehér, akkor azt is lehet, hogy valaki elvitte. Most mi van azzal a fehér fácánnal? Hát az világ, mert az egy nem tudom milyen albino fácán, és abból 100 000-ből van egy, meg minden, és azt kerítsük elő. Úgyhogy végig kellett hívogatni az összes kollégákat, hogy kiné van a fehér fácán, és 120-ra hozták vissza, és kicserítik egy normális fácánra, de nagyon ordítottak az olaszok. Hát ezek még nem értettünk hozzá, nem vagyunk vadászok. A Gellér tehát rengeteg mindent átélt már a több mint fél évszázad alatt, és habár nem tartozik a dobogós szállodák közé, múltjával és patinájával ma is a legszebb szálloda Újbudán.